A hulladékon körülbelül 37%-a szerves, ez azt jelenti, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába. A címzetes egyetemi docens, a Nemzeti Biometán és Biogáz Iparközi Egyesület elnökével beszélgettünk, Molnár István ügyvezető igazgatóval, aki klímakutatást is végzett, és a zöld energiában látja a jövőt. Az, hogy klímaváltozás, ezt ma már tapasztaljuk. Ugye, volt két rettenetesen nagy aszályos év mögöttünk, aztán volt egy nagyon csapadékos év mögöttünk, és ez secperc alatt meg tudja változtatni az életünket. Az, hogy klímaváltozás van, ez sajnos ma minden egyes ember már érzi a bőrén az élelmiszer áremelkedésekkel, az élelmiszer biztonság megváltozásával, azzal, hogy valami van, vagy valami nincs egyik percről a másikra. Ugye tudjuk azt, hogy a klímaváltozást a társadalmunk, a szokásaink, az életvitelünkből származó széndioxid kibocsátás és metán kibocsátás okozza. Erre ugye vannak különböző pontok a világon, aki ebbe beleássa magát, azt tudja, ahol mérik konkrétan műszerekkel a levegő CO2-jének a változását és a metántartalom változását. Metánt azt két pontban kell vizsgálni, a földfelszíni, tehát a surface metán kibocsátást, illetve a magas légköri metánt, ami isten igazából gondot okozza. És innen jönnek azok a problémák, amiket a társadalmunk nem ért meg. Az, hogy a földfelszínen hol van a metán kibocsátás, az nincs összefüggésben azzal, hogy a klíma hol fog megváltozni. Mert a metán egy könnyű gáz, ami elszáll a levegőbe és megy fölfele, és a magas légkörben koncentrálódik. A föld forgásából adódóan ez akárhol történik, össze fog keveredni, és az egész világra kihatása van. A metán 23-24-szer nagyobb üvegházhatást okozó gáz, mint a széndioxid. Evidens, a széndioxid is fontos, de alapvetően a metánnak kell foglalkozni. A metánt ugye többféle forrásból származik, elsősorban a megváltozott fogyasztói szokásunkból. Több állatot tartunk. Az állat részben saját maga előállítja a metánt, ugye a szarvasmarha kérődzik, a sertés meg hát ugye van input oldala, meg output oldala, tehát ugye tráját bocsájt ki. És ennek a trájának a lebomlása során hatalmas minőségű metán képződik, ami megy föl a klímába. Vannak erre különböző technológiák, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, ugye erről szól a biogáz technológia, hogy teljesen másképp használjuk föl, és helyezzük el a trágyát, bocsánat, az embernek is van trágyája. Tehát ez a 8 milliárd ember a Földön most már elég tisztességes metánkibocsátással rendelkezik, csak saját maga. De ha megnézzük a környezetünket, akkor itt is. Tehát az egy dolog, hogy lehúzzuk a WC-t, és ezzel azt hiszük, hogy el van felejtve minden. Nem, ennek hatalmas CO2 lábnyoma van az életünkben. A klímánknak az egyre szélsőségesebb megjelenését a mindennapi életünkben. Ahhoz, hogy sikeresen küzdjünk, és hatékonyak legyünk a klímaváltozásra szemben, örök mondat, hogy cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan, tehát mindenkinek oda kell magát rakni annak érdekében, hogy ez a klímaváltozás elleni küzdelem sikeres legyen. Az, hogy egy-egy szegmest megváltoztatunk, elektromos autókat hozunk be, igen, ez pár százalékban belejátszik. De ezek az autók is csak akkor környezetbarátak, hogyha hozzájuk tartozó villamosenergia előállítása környezetbarát. Hogyan lehet tenni a beindult klímaváltozási folyamatok ellen? Nagyon okszerűen, és sajnos elvesztettünk jó pár évet az életünkből. Ugye ez a klímaváltozás elkezdődött valamikor, amikor már érezhető volt mindenhol, és már Magyarországon is, 2002-2004 környékén. Akkor már el kellett volna kezdeni a fiatalainkat, az akkori általános iskolába lévő járó gyerekeket tanítani és magyarázni nekik,
hogy másképp kell élni a mindennapi életünket. Föl kell áldozni az életünkből pár dolgot. Azért, hogy ez a klímaváltozás legalább tompítva legyen, vagy, uram, bocsán, megpróbáljuk visszafordítani. Erről szólnak a különböző egyezmények, a kiotói, a párizsi egyezmények, ahol az egész világ azért killódik ezzel és küzd ezzel. De hát ugye nekünk az agyakat kell megváltoztatni, a szemléletet kell megváltoztatni, és ezt a legnehezebb, ezt elárulom. Tehát nagyon-nagyon nehéz lemondani a jóról, a kényelmes életről, a túlköltelkezésről, az élelmiszer oldalon, sorolhatnám a nylon csomagolásról, és a legkisebb műanyag pálcika eldobásáig sorolhatnánk azokat, hogy mit jelent a klímavédelem, és mit jelent a környezetvédelem. És igen, ebben is igaza van, hogy nagyon meg kellene válogatnunk azt, hogy mit veszünk le a polcról. Mennyire környezetbarát az a termék, miben van becsomagolva, hogy néz ki, hány gramos, mert utána kidobjuk a szemétbe. És Magyarországon is, mondom, közel 40% a szemétnek erjeszthető, tehát magyarul kaját dobunk ki. A kajának az előállítása és a föld lakosainak CO2 kibocsátásának 37% az élelmiszer előállításból adódik közvetlenül. Brutális szám. Tehát, hogyha meg tudjuk spórolni az élelmiszeren 10-15%-ot, akkor 3-4-5%-os kihatást tettünk a CO2 kibocsátásra. Tehát a tudatos élet, vitel és a vásárlás az elsődleges. Mit tehetünk mi? Sokat. Zöldítsük környezetünket, ültessünk fát, termeljünk haszonnövényeket, komposztáljunk, ne vásároljunk csomagoltat, éljünk műanyagok nélkül, félkész kész helyett fogyasszunk friss hazait, együnk kevesebb állatit.